Tisztelettel köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Maros megyei személyek is részesültek magyar állami kitüntetésben az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Köztük van dr. Ábrám Zoltán orvos, egyetemi tanár és újságíró, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőket. Néhány napja, valamilyen több mint egy hete tudjuk, hogy megvan a 16. magyar Nobel-díjasunk Karikó Katalin személyében. Mit jelent ez a Kárpát-medencei magyar közösségnek? Hát minden magyarnak egy nagyon nagy örömöt jelent, és mondhatnám azt is, hogy egy várt elismerés volt, hiszen valóban olyan kutatást végzett, amely hozzájárult a már ismert COVID-ellenes, koronavírus ellenes vakcina kidolgozásához, BioNTech technológia, illetve vállalat által. Tehát ezáltal nyilván, hogy a gyakorlati haszna is magas volt. Egyébként ő már megkapta korábban a legnagyobb kitüntetéseket, elismeréseket, legalábbis Magyarország részéről, hiszen az idén épp augusztus 20-án Szent István rendben részesült Szilágyi Áron vívóval együtt, ez a legmagasabb Magyarország által kiadott elismerés. Amit én kiemelnék talán, mert nyilván itt számokkal lehet lavírozni, hanyadik, ha nagyon tágan nézzük, akkor lehet 20 magyar Nobel-díjas is, de mondjuk Carton Gajdusek attól nem Nobel-díjas, hogy nem is tudott magyarul, csak éppen a nagyszülei vándoroltak ki annak idején, most nagyon relatív. Hiszen a számokról is beszélünk, igazából Karikó Katalin az ötödik, aki teljes mértékben magyar identitással és Magyarországon is nem csak tanulva, hanem dolgozva, majd a későbbiekben nyilván elvándorolva, hiszen mindenik Nobel-díjas végül nem Magyarországon kapta meg az elismerést. De elsősorban az első nőről van szó, ugye, a harmadik, aki magyar állampolgárként is kapta meg a Nobel-díjat, és talán azt is elmondanám, hogy hozzánk is kötődik, mondanám azt, hogy Erdélyhez, hiszen Szegeden dolgozott, és a Szegedi Tudományosság Egyetem, ugye tanulmányait is ott végezte, az valamikor a kolozsvári Ferenc József Tudományi Egyetemből alakult ki. Tehát ha nagyon visszatekintünk, akkor egy kicsit elmondhatom, hogy neki is van bizonyos erdélyi gyökere. De mondjuk a magyar Nobel-díjasok közé sorolhatjuk akár Elie Wieselt is, ugye hát nyilván a többségük zsidó származású volt, aki már a Maros-szigeten született, tehát nyilván a kör az lényegesen tágabb, mint gondolnánk. A kutatói tevékenységet nézzük, miért van az, hogy amit ön is említett, hogy külföldön általában nyugati országokban folytatják ezt a kutatási tevékenységet, és hát azután részesülnek a Nobel-díjban. Még mindig nem szentelünk elég figyelmet idehaza, vagy akár Magyarországon a kutatásoknak, vagy ez egyszerűen pénzkérdése? Hát mind a kettő, nyilván voltak olyan korok is, amikor nehéz volt akár 45 utáni időszakra, gondolok Magyarországon, megfelelő hozzáállással kutatni, hogyha ugye nem bizonyos ideológiát képviselt, de volt aranykorszaka egyébként Budapestnek, tehát ha megnézzük az 1800-as évek vége, 1900-as évek elejét, akkor a budapesti híres gimnáziumban, például a Fasori Evangélikus Gimnáziumban olyan tudósok tanultak, Neumann Jánostól Wigner Jenőig, és a Nobel-díjasok sűrűségét nézzük, akkor Budapest előkelő első helyeken állt abban a korban. Jelenleg is azt mondom, hogy nagyon jól állunk, hogyha a népesség számhoz viszonyítjuk. Viszont nyilvánvaló, hogy a 330-40 milliós Amerika nem csak számában nagy, de egy hatalmas potenciált jelent, és Amerikának egyébként az ereje, hogy agyelszívást végzett, az a brain drain jelenség, tehát nyilván lehetőségekkel is, pénzzel is oda csávította az agyakat, a kiművelt emberfőket, már sok esetben végzettek voltak, munkát adott, hamar karriert futhattak be, pénz volt, és hogyha teljesítettek, szabad verseny hazájában, akkor nagy eredményeket elérhettek. Hát erre akár példa lehet Szent Györgyi Albert is, akit
körül versengenek az amerikaiak is, hogy mennyiben volt amerikai, illetve magyar, illetve hát a bizonyos kutatásait éppen egy másik amerikai tudós vitte tovább, tehát ezek bonyolult helyzetek, de nyilván csak a szaklapokat nézzük, a nyelvezetük, az abszolút többség angolul van, és a többség az amerikai, hát amellett aztán a brit és egyéb szaklapot, tehát nyilván a lehetőségek hazája, de megjegyzem, hogy Karikó Katalin esetében még ott se úgy ismerték el, tehát még Németország felé is kellett, egy érdekesebb életutat tett meg, mondjuk Magyarország, Amerika, Németország, Amerika, tehát ebben a körben. Mit jelent egy kitüntetés egy személyiség életében, és most az ön kitüntetésére gondolok, a Magyar Érdemrend lovak keresztjét kapta, az erdélyi, különösen a marosvásárhelyi kulturális közéletben meghatározó újságírói tényfeltáró művelődést ért történeti, illetve szak- és közírói munkája, valamint a Marosvásárhelyi Egyetemen végzett kutatói-oktatói tevékenységéért. Mit jelent ez az elismerés? Most már ugye lassan egy hónapja, hogy átvette a csíkszeredai főkonzulátuson ezt a kitüntetést. Hát igen, a magyar állam két alkalommal ad állami kitüntetést, március 15-e, illetve augusztus 20-a kapcsán. Nyilván egy részüket, a legmagasabbakat, magyarországiak egy részét időnként határon túli meghívottakkal Budapesten adják át, és a többségüket vagy másik részt azt más alkalommal ideértve elsősorban a konzulátusokat, főkonzulátusokat, tehát itt adták át, 8-an kaptunk még, illetve 6-on voltunk jelen. Örömömre szolgál egyébként, hogy éppen augusztus 20-a kapcsán kapta a Nobel-díjas Karikó Katalin is a legmagasabb Szent István rendet. Ezt követik különböző nagy kereszt, közép kereszt, kis kereszt, majd a lovak kereszt és az arany, ezüst és bronz érdemrend, tehát van egy bizonyos hierarchia nyilván. Ami bárkinek az életében egy elismerés, mindig azt jelenti, hogy végül is, ha visszatekint az addigi pályafutására, munkájára, akkor azt bizonyos értelemben csak elismerték, és megerősíti, hogy valamit alkotott, és megfelelő irányba tett. Az én esetemben, aki sokszor a már említett tevékenységekben is igyekeztem az igaz utat járni, sokszor nem a legrövidebbet, akkor még egy plusz érzelmet is jelent, hogy sokszor a tekervényesebb, lelkismeretre hallgató út is járható, és azt is észreveszik. Amint itt, vagy a méltatásban is elhangzott, itt alapvetően részben kulturális újságíró, illetve egyetemi oktatói tevékenységemet végül is méltatták ezzel az elismeréssel. Érdemes ma igazán az igaz utat járni, ahogy fogalmazott? Hiszen ritka az az ember, aki ezt az utat járja. Nehéz kérdés. Én írtam egy könyvet is, ugye János apostoli bibliai idézetből, az igazság szabaddá tesz, ez a címe, ez parafrazálva, ez a címe a könyvnek. Egyébként nagyapám, apai nagyapám élettörténetét követve, aki szintén igazmondó volt, és nem szolgálta az egykori kommunista rendszert, bár lehetett volna, mint gazdatiszt, akár mondjuk TSZ elnök is, de ahelyett aztán a börtönbe került és politikai elítélt volt. Tehát nyilván nehéz, és ugyanez a helyzet akár a mi életünkben is, ahol nem az a tét, hogy most éppen börtönbe kerülünk. Nyilván, ha kimondjuk az igazat, azért csak javultak az állapotok, de az igaz út az mindig nehezebb. Hosszabb távon hozza meg talán a gyümölcseit, mert ma is a világ inkább arra épül, hogy milyen érdekek mentén, hogyan lehet minél rövidebb úton eljutni valahova, és hát persze vannak még mellékutak is. Azt írta egyik MK közgyűlési beszámolójában, hogy ki a köznek él, annak élni érdemes. Hogyan fér össze az orvosi egyetemi tanári szakma a közművelődési újságírói foglalkozása? Hát az említett idézet az MK-nek mondhatni a jelszava, egyik jelmondata, ki a köznek él, annak élni érdemes.
hiszen maga az MK is úgy jött létre, hogy amikor megalakult 1885-ben, hogy elsősorban az akkori Magyarországon belüli kisebbségi területeken nehezebb sorsban élő magyar közösségeket segítette oktatási, kulturális, szociális téren is, tehát nem csak beszűkülve. És itt is ez egy biztató szóként szolgált, üzenetként, hát ugyanez érvényes ma már mindannyiunkra lehetőleg. Hát ami pedig az összeegyeztetést illeti, hát nyilván én nem lettem gyakorló orvos, hogy műtéteket hajtsak végre és egyfolytában ügyeletemben legyek, úgyhogy a preklinikai tantárgyat választottam, közegészségtan tanszéknek vagyok a tanára, és hát ezt úgy próbáltam egyeztetni, hogy akkor még egyebeket is művelhessek. Egyébként, ha már az egyik nagyapámat megidéztem, akkor már elnézést, az anyai nagyapámat is megidézhetem. Szatmár Németiben lelkész volt, és valószínű tőle örököltem ezt a hozzáállásomat, talentumomat. Ő is lapot szerkesztett, Költségi Kör elnöke volt, lelkészként tevékenykedett, sok oldalú tevékenységet folytatott. Miben nyilvánult meg az újságírói tevékenysége az évtizedek alatt? A sok évtizede most már. Hát az igazság az, hogy egyetemista koromban is eljártam magyar olimpiászokra. Annak idején például Szatmár Németiben, meg Botosányban voltam országos olimpiászon, és akkor együtt volt, tehát Botosányban azért szerveztek magyar olimpiászt, mert román, magyar és német olimpiász volt együtt. És úgy írogattam akkor is, de egyetemista koromban volt egy diáklap, hát nyilván akkor már más idők voltak, mint a 60-as, 70-es években, 80-as évek azért jobban beszűkült, nem kell mondanom, de volt egy magyar oldal a Göndul Studences nevű diáklapnak, na hát azt is szerkezgethettem, ahogyan lehetett, persze nem volt könnyű, hiszen például I.S. Kingával készült beszélgetést a cenzúra kihúzta, és aztán úgy sikerült vissza lopnom a későbbi lapszámba, hogy monológként az ő gondolatait egymás mellé tettem, és egy fényképet mellékeltem a kis hercegről, úgyhogy aki esetleg gondolta, akkor tudhatta, hogy most miről van szó. Tehát nehéz idők voltak, és hát akkor jött a változás, amikor belekerültem bizonyos közösségi szerveződés életben, az ifjúsági szervezetben elsősorban, és engem küldtek el, mivel ilyen nyilatkozatokat írtam a rendezvényeinken, gyűléseinken, elküldtek újságíróiskolába, és végül is én elvégeztem a Bálint György újságíróiskolát, úgyhogy ilyen értelemben kollégák is vagyunk, mondhatnám. Persze Magyarországon ez úgy zajlott, hogy volt egy képesítés, tehát jelen esetben nekem volt orvosi képesítése, másnak mondjuk tanári vagy mérnöki, és akkor még egy évet végzett újságírást, annak is a második része egy államvizsga dolgozat elkészítése volt. Na hát lehet, hogy emiatt mondhatnám azt, hogy lehet az orvosok közt a legjobb újságíró vagyok, vagy fordítva szokták ezt így viccesen mondani. Persze az irigyeid is meggyűlnek ilyenkor, de én úgy gondoltam, hogy ahol helyzetben voltam bizonyos eseményeken, ott hasznot tudok nyújtani, és most is úgy gondolom, ezért van ez a késztetésem, és lapokba írtam, vagy akár a Vásárhelyi Rádióban is még interjúkat készítettem különböző eseményeken, magyarokkal, vagy más kisebbségiekkel találkoztam, vagy akár nyilván arról is beszélhetek, hogy lapokban is írtam, hát a Népújságtól Krónika, amíg még létezett, ugye írott formában, és abból is egy kötet megszületett, vagy éppen két település monográfiát is írtam, Nyárádszeredáról, amit Maros megyében van, meg Szentegyházáról, ami a Havasalja, a Szentföldnek a központja ott a Székelyföldön, de írtam például, a mesterem volt Vízi Szilveszter, mindannyian ismerjük, ugye a Magyar Tudományos Akadémia volt, róla is egy kötetet, vagy éppen az Egyesült Királyságról, amikor ott jártam, úgy gondoltam, hogy ezt megosszam. Tehát néhány példát mondok, most nem számoltam, de úgy körülbelül 20 könyvet, nyilván e között szakkönyvek is vannak, nagyjából sikerült
mint írói tevékenység, vagy közírói tevékenység is letenni a közösség asztalára, szabad így kifejezni magam. Az igazak, vagy az igaz utat járta, úgy gondolja, amikor hát olvastam is kritikus véleményeket napilapokban az ön tollából, hogy is mondjam, értéke ezért megrovások. Hiszen ma tudjuk, hogy, és az önkritika is, hogy az újságíró hát nem mindig az akarata szerint tud megnyilvánulni, főleg magán lapoknál, tévéknél, rádióknál másképp van ez, és én ezt állítom a közszolgálati médiában, de ez egy magánlap révén volt-e, érte kritika azok részéről, akiket ön a maga során kritizált? Hát nyilvánvaló, hogy ért is kritika. Amint említettem, ma már nincs olyan tét, hogy éppen elvisznek, és esetleg egy cikkért kapsz mondjuk egy évet, vagy bármennyit. Tehát ilyen nincs, viszont kiírni az igazat, az nem előnnyel jár, hanem hátránnyal. Tehát akár egy kicsit direkt módon, de főleg úgy a háttérben. Úgyhogy ezt mindig éreztem most is, nyilván se a munkaadóm, se bizonyos körök soha se dicsértek meg, és nem is dicsérnek meg azért, amit kiírtam, de ha becsülettel teljesítesz ott, ahol teljesítened kell, akkor azt hiszem, hogy a tiszteletet azt legalábbis meg lehet adni egymásnak, aztán azon túl, hát én úgy gondolom, hogy az igazságot is helyenként ki kell írni, tehát kell arról is beszélni, akár a saját köreinkben is természetesen, és egy olyan világot élünk, hogy igenis ki kell mondani, hát most csak a nemzetközi helyzetre gondolok, hát azért néha csak ki kell mondani, hogy nem éppen az a természetes, amit a nyugati világ képvisel egy csomó természetellenes kérdésben. Tehát ki kell mondani, de az érdekek azok lesznek mindig a döntőek. Hát hála Istennek, én nem ebből éltem meg, úgyhogy ilyen értelemben nem érintett. Kérdés az, hogy tudjuk-e, hogy mi az igazság, mert az igazságnak két oldala van az ujjamnak, én ezt a részét látom, én meg a másik. Ez igaz, és sokszor azt mondjuk, hogy hát ez is igaz, az is, viszont van egy másik, az, hogy léteznek tények is. És hát én voltak éppen egy tudós ember vagyok, egy elméleti, és akár munkahelyemen is, tehát vannak tények, ha valaki egy dolgozatot közöl, vagy éppen most Karikó Katalinnal kezdtük, hát bizonyos tényekre kell alapozni, ha valaki egy elismerésben részesül, tehát nem a semmire adják, az igazság is azért tényekre is alapoz. Mind a mellett, hogy persze vannak. Sokszor, amikor valaki a másik oldalát próbálja feltüntetni, akkor sok esetben nem tényekre alapoz, hanem pontosan ezzel él, hogy hát igen, akkor van egy másik oldal. Az MK országos alelnökeként milyennek látja Marosvásárhely kulturális életét, és ezt most nem véletlenül kérdezem. Hát Marosvásárhelyen él egy településen a legtöbb magyar ember Erdélyben, tehát nyilván ez egy sajátos helyzet, egy sajátos kihívást is jelent, akár az erdélyi magyarság számára, akár a marosvásárhelyi polgár számára. Sajnos a népszámlálási adatok azt tükrözik, hogy az elmúlt 30 évben egy több mint egy székelyudvarhelyi magyar eltűnt Marosvásárhelyről, ez szomorú, de a kulturális tevékenység az gazdag, jelen pillanatban is nyilvánvalóan, büszkék is lehetünk rá, mindig van mit tenni, hova elmenni, kinek érdeklődési köre szerint. Az is tény, hogy azért itt is vannak bizonyos kicsinségek időnként, tehát sokszor meg kellene gondolni, hogy valahol felnőni bizonyos feladatokra. Most nem akarok kritizálni intézményeket, de azt hiszem, ki tud ilyen példákat elővenni a tarsójából, ahol a személyes dolog, a kicsinség az uralta. Akár most nem mondanám, hogy még mindig Fleckenfalva lenne Marosvásárhely, de azért van egy ilyen jelző Marosvásárhelynek, hogy Fleckenfalva, hát ezt el kell fogadjuk. Igen. Kell a városnak, kellene, vagy kellett volna, vagy akármilyen időben is fogalmazzunk egy kulturális stratégia, mondjuk nem olyan, amilyen napvilágot látott néhány héttel ezelőtt, de hogy is mondjam, eddig is fejlődött a kulturális élet stratégia nélkül. Kell nekünk állandóan stratégiákat megfogalmazni és megszabni egy irányt, hogy merre menjen kultúrában, nem kell egy kis ösztönösség, hogyan gondolja?
Hát valószínű, hogy voltak erőltetett lépések is, úgy hiszem, hogy nem is kérték ki megfelelő módon a véleményeket. De ki viszont... kérték a véleményeket, intézmények vezetői több találkozón vettek részt, ezt tőlük tudom. Viszont, és ez meg is jelent sajtóban is, viszont semmit nem láttak meg abból, amit ők elmondtak ezeken a találkozókon. Hát, nem láttak akkor, viszont semmit. Tehát nem volt ez egy ilyen... csak? Így van. De az, hogy kell stratégia, én azt alátámasztom, hogy fontos lenne a stratégia. Az, hogy most éppen kulturális vagy sportstratégia legyen, vagy milyen módon, az más kérdés. De ez egy nagy hibánk sok esetben, hogy nincsen stratégiánk. Nincs stratégiánk bizonyos kérdésekre, amelyek minket érintenek. Márpedig a jó sakkozó az nagyjából előre lát 3-4 lépést, és ez egyfajta stratégia, ami sokszor nem látunk, meg lehet. Az, hogy ilyen módon sült el, hát nyilván ez egy kicsi szomorúvá tesz bennünket, mert én úgy gondolom, ez is egyfajta tragumurás állapot, ahol egyesek tragumuráknak neveztek és boldog születésnapot kívántak új évkor, hát egy kicsit ez is úgy egy rosszul eső megszólítás a marosvásári polgár felé, hogy ennyi hiba volt ebben a stratégiában. Hát az a különbség, hogy ezt mi csináltuk magunknak a más között. Hát így van. Hát és ezért kell néha kimondani az igazat, mert a politika, a kisebbségi sors az nem egy népmese, ahol a többségi vagy a másik az mind a rossz, és mi mind a jók vagyunk. Tehát ez sokkal bonyolultabb a kérdés. Mi nem vagyunk mind jók, és ők nem mind, hanem ez egy egészen más műfaj, ez nem népmesei valami vonulat. Igen, egyetért azzal, amit sokan állítanak, és hát valójában látjuk is, hogy párhuzamos világokban élünk, a magyar és a román közösség itt Marosvásárhelyen, főleg kulturális téren, mert egy sört megiszunk együtt, de azért egymás színházi előadásait ritkán látogatjuk. Nagyon párhuzamos világban, én is elszoktam, ha tehetem egyszer román színházba is, és azért viszonylag kevés néző van. Persze van átjárás a mi rendezvényeinken is, akár egy forgattag sokan eljönnek, vagy... Mondjuk most volt a Bookfest éppen, ugye, hova inkább a románok kiadók vettek részt, és sok magyar szót hallottam, vagy olyan személyekkel is találkozni. Tehát a kulturális, nem csak kulturális értéknek nyilván, hogy nincsen nemzetisége, úgyhogy ezeket táplálni kell. Az is a gond, hogy nem is ismerjük eléggé egymást, a másikat. Hát ott kezdődne, hogy megismerjem a másikat, nem azért, és most nem csak az együttélésre értem, akár világviszonylatban. Nem azért, és nem azért kell elmenni más országba megismerni, hogy feltétlenül ott maradjak, vagy átpártoljak, hanem pontosan látván a jót és a rosszat összehasonlítván jobban tudjam becsülni a saját értékeimet, és esetleg jobban is kívánjak azokhoz ragaszkodni. Hogyan lehet ezeket elérni, vajon? Hát azon, hogyha valaki tágabb látókörű, akkor nyilván látja azt, hogy a székely embernek is megvan a maga, most nem akarom minősíteni, negatív vagy pozitív ugye, vonása, ezek helyenként még viccesen is meg előfordulnak, de ha valaki székely, ragaszkodjon ahhoz az identitáshoz, nyilván azzal is, ami, hát ez ugyanaz, mint a család, a születés, hát most letagadom a nagyszüleimet, vagy a szüleimet, vagy akárkit, aki ez akár rokonság szempontjából, vagy közösség szempontjából, osztályközösség és egyébek tartozom. Nem tagadom. Hát ahhoz említette, hogy könyvek tucatjait írta, szerkesztette. Van még valami a tarsójában a közeljövőre? Hát most inkább cikkeket írogattam. Szakmailag dolgozunk egy gyakorlati helyzetben, mondjuk az van. Aztán még van olyan, hogy amikor kim voltam az Egyesült Államokban, akkor is írtam írásokat, össze kéne gyűjtenem, azt ki lehetne adni, meg hát megjelentekből is még lehetne ezt-azt. Na hát ahogy erő, energia és hozzáállás is lesz, mert hát mindannyian különböző befolyások alatt, hol nagyobb alkotókedvel, hol több munkával, de hát igyekszünk nyilván előrelépni. Dr. Ábrahám Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok. A nézőknek köszönöm a figyelmet, Agyagási Levente vagyok, további szép napjuk legyen, viszontlátásra.